Sziasztok! Mellettem látható nagyon szép sárga nyári növény, az Orbánc fű, vagy más néven Szent János füve. Bizonyára hallottatok már róla, hát emígyen néz ki. Szép sárga virágja van, és hogy mire is használták ezt az őseink, nyugtató teát, antidepresszáns teát lehet belőle készíteni, forró vízzel a virágjait le kell rönteni, állni hagyni egy kicsit, amíg kihűl, és utána fogyasztható, ezen felül viszérkezelésre is nagyon jó, meg epebántalmakra, savcsökkentő hatású. Amire még használják, a sebeknek a kezelése, csak akkor már nem forró vízzel öntik le, hanem kukoricaolajjal, vagy forró, vagy meleg olívaolajjal öntik le a virágokat. Egy edénybe rakják a virágot, leöntik az olajjal, állni hagyják 2 hétig, hűvös helyen kioldódik belőle a hatóanyag, és akkor továbbiakban szenzációsan alkalmazható sebeknek a kezelésére, felégésre, akár még aranyérre is. Házilag teljesen biztonságosan elkészíthető, és szerintem nagyon könnyen felismerhető növényről beszélünk. Tehát ez volt az Orbánc fű, vagy más névben Szent János füve. Ami még érdekesség, persze ez Wikipédiás adat, tehát utána néztem, 490 féle van a világon belőle, ebből 8 terem meg Magyarországon. Nagyjából így néz ki mindegyik. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!